Jó napot kívánok, jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Gavri Edit vagyok, a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártjának Pécs 2. számú választókörzetének képviselőjelöltje. Körzetem többek közt Kozár Mislen is, de Pécs 2. számú körzete, azon kívül két nagy település, mint említettem, Kozár Mislen is Komló, és mellette még kis települések vannak, mint például Romonya, Pereked, Bogád, Nagykozár, Cserkút, Kővágószöllős, Hird, Pécs, Vasas, sorolhatnám még, lehet, hogy egy-kettőt kihagytam belőle. Legtöbb helyen el voltam az aláírásgyűjtéseknél. Személyes kontaktust próbáltam az emberekkel kialakítani. Ez alatt lehet érteni azt, hogy végig az ajánló íveknél, az ajánlat gyűjtésnél jelen voltam. Háromszor kampányoltam Uránvárosban a Mecsekáruház előtt, mert ugye Uránváros teljes egészében az én körzetem. Két alkalommal kampányoltam a Budai Vámnál, mert szintén az én körzetemet foglalja össze Hősök tere, a Budai Vám, Meszes, Szabolcsfalu, Vasason egy alkalommal voltam, mert teljes egészében Vasas az én körzetem. Azon kívül Újhegyen voltam kétszer. Hirdet meglátogattam, Kozár Mislent meglátogattam. Kozár Mislent kellett volna önök miatt először említenem, ezért elnézést kérek a kedves Kozár Misleni lakóktól. Nagykozárban részt vettem az aláírásgyűjtésnél. Tapasztalataimról annyit szeretnék mondani az ajánló ívek összegyűjtésénél, hogy rendkívül kedves embereket ismertem meg, és úgy érzem, ha újból kezdeném, ugyanúgy tenném, hogy személyesen vennék részt az ajánló íveknél, az aláírásgyűjtésnél, mert a személyi kapcsolatnál jobb kontaktust nem tudok elképzelni. Beszélgettem az emberekkel, az emberek kérdéseket tettek föl a párttal kapcsolatban, és megpróbáltam mindenre válaszolni. Szociáldemokrata párt viszonylag egy fiatal párt, mint ahogy kedves nézőink valószínű, hogy hallották, Smukandor-féle párt, így mondják, meg a nyugdíjas párt, amely 2003-ban alakult, és 2014. januárban lett bejegyezve a cégbíróság által. A pártunkra jellemző az esély, a tisztesség, az egyenlőség. Szeretnénk a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozást visszahozni. Hát ugye ez természetesen azt jelenti, hogy mindenkinek szeretnénk tisztességes megélhetést, mert a munka a legfontosabb dolog, ugye a munkahely teremtés. Na most egyik napról a másikra valószínű ezt megoldani nem tudjuk, de azon leszünk, hogy az első pont a 8 óra munka meglehessen. 8 óra szórakozás. Hát 8 óra szórakozást is szeretnénk biztosítani az emberek számára, mert én úgy látom, hogy az emberek rettentően magukba fordulók. Nem látni vidám embereket. Én úgy érzem, hogy ez abból adódik elsősorban, hogy rendkívül nehéz a megélhetésüknek, a megélhetés a mai embereknek. Nem jutnak el igaziból szórakozni. Kevés az a lehetőség, amit biztosítani tudunk az emberek számára. Az embereknek nincs kedvük elmenni színházba, nincs kedvük elmenni moziba, nem csak azért nincs kedvük elmenni, mert pénzbe kerül, hanem azért, mert első főállás, másodállás, harmadállás, negyedállásra kényszerülnek az emberek. És hát természetesen a 8 óra pihenést is szeretnénk megadni az embereknek. Mi nem csak a tisztelt társasághoz szólunk, ugye van egy tisztelt társaság, Smukandor nevét ez fémjelzi leginkább. Ezáltal azt szeretném önöknek mondani, hogy nem csak a nyugdíjasoknak szól ez a program, hanem a fiataloknak is. Szeretnénk megállítani a kiáramlást, ugye, mert mit is nevezünk ma Magyarország második legnagyobb városának? Sajnos Londont. Angliában közel 500 000
ember dolgozik. Többek között az én lányom is kint dolgozik Angliába. Én szeretném azt, hogy olyan jövő várjon a fiatalokra, hogy érdemes legyen nekik ebben az országban élniük, ebben az országban legyen módjuk a tanulásra, mindenki hozzáférhessen a tanuláshoz, legyen módja a szórakozásra, a tisztes megélhetésre. Amit még a program kiemel, a szociáldemokraták programja, a tisztességes megélhetés, ami 120 ezer nettó bérjövedelmet jelent, és ezt nagyon szeretnénk mi minden egyes munkavállalónak a kezébe adni. Nyugdíjasokról még annyit szeretnék említeni, hogy nagyon-nagyon idősödött az ország. Ugye a fiatalok nem mernek szülni, mire szüljenek. Ezért is rendkívül fontos az, hogy egy biztos anyagi háttér legyen a fiataloknál, hisz ugye a fiatalok nagy része most már albérletbe kényszerül. Ha a szülő vagy a nagyszülő nem támogatja, akkor szinte lehetetlen a megélhetés. Én tudom, mert az egyik gyermekem munkanélküli, és bizony nekem kell őt támogatnom. És ezt mindenféleképpen szeretnénk elkerülni. Én annyit szeretnék mondani, hogy Pécs 2. számú választókörzetébe indulok. Szavazzanak a 12-es szociáldemokrata biztos pártra, és azon belül is Gavri Editre. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, én további szép napot és estét kívánok mindenkinek, és nagyon várjuk az április 6-át, és április 7-től bizakodunk, hogy egy szebb és jobb napra ébredünk. Köszönöm szépen!